Fogyatékosnak lenni nem jelenti azt vesztesnek lenni. Ez a mottója a mai hosszabbításnak. A stúdió vendége a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke Szabó László. Köszöntelek, elnök úr, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm a meghívást, nagyon megtisztelő. 2015 óta vagy a bizottságnak az elnöke. Egy kicsit akkor így mond azokra a kezdetekre, és azokról a kezdetekről. Honnan indult? Két évvel korábbról, 2013-ban keresett meg akkor a még nem a Magyar Paralimpiai Bizottság, hanem a Fogyatékosok Országos Diák Verseny és Szabadidő Sportszövetsége, hogy legyek az elnöke ennek a szervezetnek. Ez ugye nagyjából ugyanaz, mint a Magyar Diák Sportszövetség, hogy egy kicsit elhelyezzük, csak a fogyatékos diákokkal foglalkozik, csak idézőjelben. És aztán két évnyi munka után, amikor a Magyar Paralimpiai Bizottságnak az előző elnöke lemondott, akkor fölmerült az a lehetőség, hogy én folytassam, mint Paralimpiai Bizottsági elnök, és aztán ott nem kis tanakodás után végül is ezt elvállaltam. Ez egy rövid ciklus volt, mert csak egy év volt a 2016-os riói paralimpiáig, és aztán Rio után választottak meg újra a tokiói paralimpiáig, és aztán Tokió után ismételten, úgyhogy már háromszor megválasztottak a Paralimpiai Bizottság elnökének. Most már rutinosan megválasztott elnök vagyok, de hát igen, most már tényleg, hogy így most ezt így mondod, lassan 10 éve, hogy sőt, ugye, hogyha 13-ban kezdtem, hát igen, valahogy 10 évvel van nagyjából annak, hogy a fogyatékos sportban dolgozom. Milyen irányt vett az irányításod alatt a Magyar Paralimpiai Bizottság a működése és a hozzátok tartozó szervezetek itt, hogy ne menjek messzire, Tokió például, hogy is mondtad, a Magyar Parasport aranycsapata. Egyébként előtte mertél számokat is, pedig a sportvezetők általában nem mernek számokat mondani. Mondtál számokat a teljesítményt illetően, és be is jött. Sőt, volt, amelyik a csapat túlteljesített. Volt, amit túlteljesített a csapat. Nézd, úgy vagyok vele, hogy szerintem akkor dolgozik jól egy sportvezető, hogyha meg tudja mondani egy nagy világverseny, különösen egy paralimpia előtt, hogy az a csapat, amelyiknek a felkészítésében részt vett a kollégáival együtt, az a csapat az a kockás papíron kiszámolva mire képes. És hát bízni kell a sportolókban, meg az edzőikben, hogy ezt ki is tudják hozni magukból. Úgyhogy én nem félek általában számokat mondani, mert pontosan tudom és pontosan fölmérem, hogy az időeredmények, korábbi eredmények, korábbi versenyeredmények alapján mire képes a csapat. Ezért nem ijedtem meg Tokió előtt sem, hogy számokat mondjak. De visszatérve az eredeti kérdésedre, milyen irányt vett? Ugye sportvezetőnek három dolga van. Kell egy sportszakmai munkát végezni, el kell végezni azt a munkát, ami azt segíti, hogy a sportolók a lehető legjobb felkészülési körülmények között és a lehető legmodernebb felkészülési körülmények között dolgozzanak, és közben érteni kell, hogy mi történik a sportszakmában. Kell végezni egy finanszírozást biztosító munkát, el kell végezni, hogy az a pénz, ami kell a felkészüléshez, az rendelkezésre álljon. És végül harmadrészt meg kell mutatni ezt a munkát. A nyilvánosság elé kell tenni, el kell jönni ide hozzátok, el kell jönni ide hozzátok is, meg sok helyre máshova is, és beszélni kell róla. Ez a három dolga van a sportvezetőnek, úgyhogy én ezt a három munkát igyekszem jól elvégezni. Hát a jelek szerint igen, jó. Hát nézd, ezt nyilván ti tudjátok a újságírók egyfelől megítélni, hiszen nyilván ti tudtok olyan kérdéseket, olyan gondolatokat felvetni, amelyek aztán értékeltetik a nézőitekben, olvasóitokban azt, ami történt a fogyatékos sportban. A tokiói eredmények, ha már voltál szíves ezt szóba hozni, az valóban azt mutatják, hogy soha olyan magasan nem járt a fogyatékos sport Magyarországon, mint most. A jelenlegi mandátumod az 2024. december 31-ig szól, ugye jól mondom? Igen. Tavaly választottak ismételten újra. Volt egy kis dilemma, hogy megméretteted-e magad. Miért? Hát pont emiatt, hogy amikor az ember azt érzi, hogy sportvezetőként föltette oda a maga munkáját elvégezve, nyilván ez nem az én dicsőségem, de nyilván az ember, hogy mondjam, húzza ki magát, hogyha úgy érzi, hogy jó munkát végzett. Szóval, hogyha fölteszi egy ilyen polcra, akkor logikusan föl kell tenni azt a kérdést, hogy van-e tovább, vagy ő alkalmas-e arra, hogy ezt tovább vigye. És ez nekem egy dilemma volt. És aztán sokakkal beszélve, a sportolókkal is, más sportvezetőkkel, szövetségekkel, hiszen hát rengeteg a fogyatékos sportban érintett
sportszövetséggel dolgozunk együtt, 41 tagszervezete van a Magyar Paralimpiai Bizottságnak. Folytattam ezzel. Igen, folytattam ezzel magammal is vitát, meg a barátaimmal is, meg a sportvezető társaimmal, és aztán úgy döntöttem, hogy egy következő ciklusnak, ami ugye egy rövidebb ciklus, hiszen nem 20-ban kezdődött, hanem a halasztás miatt 21-ben és 24-ig tart, és már abból is eltelt lassan egy év, úgyhogy aztán úgy döntöttem, hogy belevágok. Mi ennek a ciklusnak a legnagyobb kihívása, vagy kihívásai? Mennyi időnk van? Van. Érdekes módon számomra ennek a ciklusnak a kihívása az nem annyira sport természetű, vagy egy picit távol áll a sporttól, de ha megengeded, mondok róla 10 mondatot. Mert nyilván fontos az, hogy majd hány érmet érünk el, meg hol leszünk a nemzetek rangsorában, meg stb. Stb. Ezek fontos dolgok, és nem akarom ennek a jelentőségét lekicsinyelni. De van egy fontosabb dolgunk ebben a ciklusban, ez pedig az, hogy elérjünk egy olyan jogszabályi környezetet és egy hozzátartozó egyébként kommunikációs környezetet Magyarországon, ami lehetővé teszi majd számunkra, mint Magyar Paralimpiai Bizottság számára, hogy minden fogyatékos emberhez, akkor, amikor fogyatékossá válik, ez lehet a születésekor, nyilván akkor nem róla beszélünk, hanem a szüleiről, illetve lehet menet közben egy betegség, egy baleset által, minden fogyatékos emberhez a jogszabály adta lehetőségekkel jussunk el úgy, hogy fölkínáljuk számára a sportot, mint az élete kiteljesítésének egyik lehetőségét. Ez egy nem egyszerű kérdés, mert ennek mindenféle adatvédelmi, szenzitív okai is vannak, és nyilván tiszteletben kell tartani, különösen fogyatékosságról beszélünk. Az egy nehéz terület, az egy bonyolult dolog, ki ezt hogyan éli meg, a szülei, a családja, a barátai, a környezete hogyan éli ezt meg. Nem mindenki feltétlenül akar erről beszélni, akarja, hogy egyáltalán tudják, hogy ő fogyatékossággal éli az életét. Mondjuk egy szervát ültetett emberről, hogyha beszélünk, vagy egy hallássérült emberről, ha beszélünk, aki nem feltétlenül, bocsánat, hogy így fogalmazom, látszik, hogy ő fogyatékossággal éli az életét, hiszen nyilván egy kerekesszépes embernél, egy végtag amputált embernél, egy látássérült embernél ez akár látszik is nyilván, akár ránézésre is. Na mindegy, szóval hogy azt szeretném mondani, hogy azt szeretném elérni, hogy ezekhez az emberekhez, ha ők ezt akarják, akkor eljussunk, és azt mondjuk neki, hogy figyelj, a fogyatékos emberek számára fogyatékosnak lenni nem azt jelenti vesztesnek lenni. A sport egy lehetőség arra, hogy kiteljesítse az életét. És ha gondolod, akkor ebben mi szívesen segítünk. Szóval azt szeretném elérni, hogy minden fogyatékos emberhez, vagy a szüleihez eljussunk a sport gondolatával. Aztán majd ő eldönti, hogy ezzel akar kezdeni valamit, vagy nem. Ez egy nagy, óriási áttörés lenne, ha ezt meg tudnánk valósítani, és ennek a ciklusnak ez a legfontosabb feladata. És hát ennek a sportnak a csúcsán ott vannak a nagy versenyek és az eredmények. Az, hogy gyorsabban, magasabbra, erősebben, ez mennyire hatja át már a parasportot is? Hiszen abszolút tetten érhető, hogy a professzionalitás irányába mozdult el. Teljesen igazad van, és ez egy dilemma egyébként, hogy mennyire szabad beengedni a fogyatékos sportba a professzionalizmust, a pénzt, a szponzorokat, a doppingot, mert az jön ezekkel együtt, a teljesítményfokozó szereket, mert hiszen ha szponzorok vannak, akkor eredmények kellenek, akkor sztárok kellenek, ha sztárok kellenek, akkor azokat a sztárokat föl kell építeni, a csúcson kell tartani, annak nem mindig csak szép oldala van, és nem mindig csak legális oldala van. Ez egy komoly dilemma. A világban a fogyatékos sport most valami olyasfajta áttörésben van, mint valamikor a 70-es, 80-as évek fordulóján az épek sportjában az olimpiai mozgalom volt. Amikor megjelentek a globális szponzorok, amikor megjelentek a televízió közvetítések már az egész földön, a legutóbbi paralimpiát, a tokiói paralimpiát már minden országban, a világ minden országában közvetítették kisebb-nagyobb mértékben. Már ott van a háztartásokban, a telefonunkon, a számítógépünkön, a televízió készülékeinken. Ez már hozza magával mindazokat, amikről az imént beszéltem. És hogyha ezt hozza magával, akkor itt teljesítménykényszer van, és ha teljesítménykényszer van, akkor az már nem biztos, hogy azt a szép gondolatát, ami arról szól, hogy a fogyatékos embereket vezessük vissza a társadalomba, adjuk meg nekik a lehetőséget, hogy ugyanazt érjék el, mint az épp társaik, az olyan érintetlenül és olyan, hogy mondjam, olyan szép tisztaságában mutatkozik meg. Innen a stúdióból
az utat Horváth Józsefhez vezet, a civilis ügyvezető elnökéhez, lesz egy megbeszélés. Miben reménykedhetünk? Mit remélhetünk? Együttműködés? Józsival régóta vagyunk kapcsolatban, és már többször felvetette, hogy beszéljünk arról, hogy a Cegléden hogyan valósulhat meg fogyatékos sport és parasport. És most arról fogunk beszélgetni, hogy ezt hogyan konkretizáljuk. Nyilván ennek legalább három metszete van. Az egyik az egy létesítmény kérdés. Hogy vannak-e olyan sportlétesítmények, amit fogyatékos emberek tudnak használni. Azt gondolom, hogy ez most Cegléden ebben nagy előrelépés várható. A másik az egy, hogy mondjam, egy lelki kérdés. Hogy vannak-e olyan szakemberek, vannak-e olyan civil szervezetek, sportszervezetek, a sportszervezetekben emberek, akik erre nyitottak, akik ezt szeretnék. Ez nem egy egyszerű dolog. Mert fogyatékos emberek sportjával foglalkozni abban, az nem csak úgy van, hogy akkor gyertek, aztán csináljátok. Ennek vannak mindenféle lelki tényezője is, túl azon, hogy ehhez szükséges mindenféle fizikai eszköz is. Beszélgetünk erről is, hogy ennek vajon fönnállnak-e a lehetősége. És van egy kommunikációs része ennek is, hogy hogyan tudjuk elhinteni annak a gondolatát, hogy Cegléd egy olyan város, amelyik boldogan fogadja a fogyatékos embereket, örömmel él együtt velük, és örömmel nyit nekik meg lehetőséget arra, hogy kiteljesítsék az életüket, akár a sporton keresztül. Ha ebben én tudok segíteni, mint a Paralimpiai Bizottság elnöke, mint a Magyar Fogyatékos Mozgalomnak a vezetője, sportvezetője, akkor ezt örömmel fogom tenni. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy szakítottál ránk időt. Jó munkát, gyere máskor is! Köszönöm szépen! Kedves nézők, ez volt a Hosszabbítás. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!